Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech 2-t nézitek, és az új Canon EOS 7D Mark II-t fogjuk gyorsan bemutatni. Itt a Fotokina 2014-ről könyvből. Ezt a frissen mutatta be a Canon, mint egy új csúcs DSLR készülék. 20,2 megapixeles érzékelő szenzort kapott Dual Digic 6 képfeldolgozó processzort, és hát igazából számos egészen jó funkciót. A gép hátulját, hogyha megnézzük, itt van a kijelzőnk, amely nem érintő paneles, tehát egy hagyományos. Ennek megfelelően egészen sok gombot kapunk. Oldalt van egy navigációs gyűrünk is, illetve számos más extra gomb. Felőre került egy hagyományos LCD kijelző. A legfontosabb adatok megjelenítésére, nyilván ez energiatakarékosság szempontjából. Ezen kívül ide is több gomb került, például van világításunk erre a kijelzőre, ez főleg éjszakai használat esetén jó. Itt van kiegészítő gombunk még, itt van a exponáló gomb, felül pedig van egy funkcióbeállító gyűrünk, amit a középső gomb megnyomása mellett tudunk váltogatni, tehát alapból így nem állítódik el. Ez akkor hasznos, hogyha fotózunk és nem szeretnénk, hogy témát váltson, illetve beállítási módot váltson a gép. Oldalról megnézve van egyrészt egy vaku kinyitónk, ami igazából pillanatnyilag valamilyen nem működik, szerintem én közelítem meg egyébként rossz oldalról, de felül van a vakupapucs, illetve itt van alatta maga a beépített vaku. Oldalról, tehát hogy megnézzük, van egyrészt számos csatlakozónk, van külön mikrofon, fejhallgató, külső vaku, illetve távirányító csatlakozó, mellette pedig micro USB 3.0, illetve mini HDMI egyaránt került a készülékre. A EOS 7D Mark II másik oldalán itt lesz a memóriakártya slot, alul az akkumulátor helyezhető be, és természetesen van egy állványcsatlakozónk is. Elől pedig itt a 18-35 mm-es EF-es objektívet látjuk a készüléken, ami természetesen méretes, tehát ez nem meglepő. Ha levesszük, itt látható a tükörreflexes rendszer belülről, illetve itt van maga az objektív, amelyen van egyrészt autofókusz, illetve manuális fókuszállító gomb, a képstabilizátor kibekapcsolási lehetőség, és nagyjából ahogy látom, ennyi. Ezen kívül természetesen van rajta kétféle gyűrű, amivel a optikai zoomot lehet állítani. Egészen hosszú nagyméretű 135 mm-es állásba, még azért a sima 18 mm-nél sem nevezhető kicsinek. Természetesen az objektív felhelyezése az egyszerű, azt a megfelelő állásban csak bele kell pattintani, illetve ezután beleforgatni a vázba, amit itt első próbálkozásra talán nem is fog sikerülni megfelelően, de miután ezt kilogikázom. Na, mindjárt sikerül. Na, most sikerült is rátenni. Igazából így néz ki itt a Fotokina 2014-en bemutatott Canon EOS 7D Mark II. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!